Interaktív képzés itt a Városi Rendőrkapitányság tanács termében. Az egyik közép-európai régióra kiterjedő közlekedésbiztonsági program két hazai koordinátora, a GRSP Magyarország Egyesület és a KTI közösen tartott tájékoztatót szerdán városunkban. Ez ugyanis már szerves része volt annak a projektnek, mely a gyerekek biztonságos közlekedésének kialakítására, fejlesztésére irányul, és amelyben 8 ország 12 szervezete képviselteti magát. Hazánkban Győr az egyik mintarégió szerepét tölti be az akcióban. Győr városban egy hosszú távú közlekedésbiztonsági stratégiát dolgozunk ki, amit a polgármester úrnak fogunk átadni. Szorosan együttműködünk a győri rendőrkapitánysággal és a győri önkormányzattal, illetve az útkezelő szervezetekkel is, és mint a programként két iskolában, a gyakorló iskolában, illetve a Ménfőcsanaki iskolában gyerekek részére programokat valósítunk meg. A gyakorló iskolában a gyalogos, míg a csanakiban a kerékpáros közlekedésre fókuszálnak majd. Emellett mindkét intézmény esetében felmérik a gyalogátkelőhely infrastruktúráját, fejlesztik azokat és egy térképet is kiosztanak a szülőknek. A probléma például alapvetően az, hogy a gyermekek még nem rendelkeznek azokkal az alapvető szabályismeretekkel, aminek segítségével biztonságosan tudnak közlekedni a közutakon. Ugye a gyermekek aprók, tehát a testméretükből adódóan is a közlekedés más részvevői nehezen veszik őket észre. A gyermekek még nem tudnak annyira összpontosítani a közlekedés más résztvevőire, éppen ezért sokkal veszélyeztetettebbek, mint mások. A szakemberek remélik, hogy a projekt után változik a közlekedési morál az iskolák környékén, valamint a gyerekek is nagyobb gondot fordítanak majd a szabályok betartására.